Mivel a többség szereti szidni a kalauzokat, így lehet, hogy érdekesnek találjátok majd ezt a videót. Két történet következik. Szóval 19 voltam, a barátnőmmel az egyik városból a másikba mentünk vonattal. Sietni kellett, hogy kiérjünk, felkaptuk a sapkát, kabátot, pénztárcát, és igyekeztünk a vonathoz. Pont elértük, gyorsan felszálltunk rá. A kalauztól lehetett jegyet venni a kis vonaton. Jött is a kalauznő, mondtuk neki, hogy két jegyet kérünk. Nyitjuk és nézzük a tárcát, de üres volt. A másik tárcában volt az 1000-es, amit otthon hagytunk. Összenéztünk, hogy akkor most mi lesz. Mondtuk a kalóznőnek, hogy azt hittük, hogy volt nálunk pénz, de sajnos tévedtünk, és nincs. És hogy nagyon sajnáljuk, nem volt szándékos, nem akartunk lógni. A kalóznő gondolkodott egy pillanatig, majd azt mondta, hogy látja, hogy igazat mondunk, és ne törődjünk vele. Megköszöntük neki, és ennyi volt. A másik alkalom pedig az volt, mikor egyedül mentem fel a fővárosba. Vonatállomáson a jegypénztárnál mondtam, hogy egy retúrjegyet kérek Pestre, kiadta a jegyet, kifizettem. Meg volt az utazás, intézkedtem, aztán a keletiben fel a vonatra és indulás haza. Jött a kalauz, kéri a jegyet, odaadom neki. Nézi, és mondja, hogy ez nem jó. Mondom, miért? Mi baj vele? Erre azt válaszolja, hogy ez nem retúr, csak Pestre szól, de vissza már nem. Elkerekedett a szemem, hogy mi van. Mondtam is neki, hogy én retúrt kértem a jegyváltónál, és ezt kaptam. De mondta, hogy ez bizony nem jó. Csak sóhajtottam egyet, és felvázoltam neki a helyzetet, hogy reggel mentem, kértem a retúrt, ideadta a jegyváltós, fizettem. Meg se néztem, mit adott, csak jöttem Pestre. Nem tehetek róla, úgy tűnik, hogy a jegyváltós nagyot hibázott. Hogy sajnálom, de én nem tettem semmi rosszat. De ha megbüntet, akkor kifizetem, mert nem tehetek mást. Erre a kalauz annyit mondott, hogy majd beszéljek a vasútállomáson a jegyárussal, majd jó napot kívánt és elsétált. Mikor leszálltam a vonatról, mentem a jegyváltó nőhöz, mondtam neki, hogy bajba kerültem miatta, meg hogy nem jó jegyet adott. De persze mindent letagadott, és azt mondta, hogy én voltam a hülye. Nem általánosítanék, de nekem a magyar kalauzokról ennyi a tapasztalatom. Mindig vettem jegyet, sosem volt gond, két alkalommal, mikor probléma volt, akkor pedig nem büntettek meg. Gondolom azért hagytak futni, mert számított náluk a becsületesség, és látták rajtam, hogy őszinte voltam.